Na, akkor csapó három. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Komáromi Szalon második gombaszögi kiadásán. Reméljük, hogy ma mindenkit felpezsdített a rendelő hőségben Szollád Dávid és Sánta Szilárd. Mai vendégünk, ma Szilárd lesz az Est házigazdája, Est a beszélgető műsor házigazdája. Vendégünk pedig Pécsről érkezett, Szollád Dávid irodalmár, aki nem fogom felsorolni a különböző szakmai díjait és elismeréseit, mert nagyon érzékenyen szokott reagálni arra, hogyha így nyilvánosság előtt őt hype-olják, de lenne mit sorolni, hogyha neki kezdenék. Pécset tanít a Pécsi Tudományegyetemen, az MTA kutatója, és tagja volt annak a négyfős csapatnak, amely újra fordította James Joyce Ulysses-ét. Hogy miért fordította, és tavaly jelent meg a könyv, így néz ki. Hogy miért fordították újra, hogy miért volt ez a regény betiltva, és egyéb ínyenségekről fog majd beszélgetni Sánta Szilárd Szollád Dáviddal. A beszélgetés időtartama szűk egy óra, és utána következik egy irodalmi kvíz, egy világirodalmi kvíz. Értékes könyvnyereményeket fogunk szétosztogatni a helyes megfejtőknek. Úgyhogy ennyi volt az intro, én átadom a mikrofont Sánta Szilárdnak. Köszönöm Jóskának a felvezetést. Mielőtt Jóska megérkezett volna, meg a vendégek közül néhányan, föltettem azt a kérdést, hogy ki ismeri James Joyce-t, illetve hányan olvasták az Ulysses-t, hát körülbelül a társaság fele. Ezért a bevezető kérdés Dávidhoz az, hogy mondja el nekünk, miért fontos könyv az Ulysses, milyen helyet foglal a 20. századi regényirodalomba, és valamit a szerzőről, a James Joyce-ról is mondj nekünk, kérlek. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást Jóskának és Szilárdnak. A kérdése, hát valami olyan analógiákat lehetne hozni, hogy na, ki olvasott végig három Freud könyvet? De hát azért mindenki tudja, mi az a Freud, vagy ki az a Freud, vagy ki olvasta végig a Tőkét, de azért mindenki tudja, mi az a Marx, vagy ki az a Marx, vagy mi az a marxizmus. Tehát, hogy olyan helye van az európai modernitás történetében, amit hát úgy mondjuk így illik tudni, illik ismerni. De ez persze a snob megközelítése a dolognak. Mi inkább úgy álltunk hozzá, hogy nem csak tiszteljük, hanem leginkább szeretjük ezt a szerzőt négyen. Ugye felsorolom a kollégáimat. Gula Marian debreceni, anglista, ír szakértő, hibernista, aki részt vett a fordításban. Az egészet Kappanyos András kezdeményezte, szintén az MTA-ban kollégám, Pécsen tanít, most Miskolcon tanít, és Kis Gábor Zoltán velem egy ívású, egy életkorú pécsi kollega, így csináltuk négyen. Szóval, hogy tehát nagy dolog, meg szép dolog, meg fontos, megkerülhetetlen, meg ilyeneket lehet mondani, de a lényeg az, hogy borzasztóan szerethető. Tehát, hogy szerintem nagyon, nagyon jó olvasmány az Ulysses. Ami a irodalom történeti helyét illeti, és visszatérek azért a fontosság oldalához, hogy nem tudok én elképzelni olyan releváns történetét a modern európai regénynek, amelynek a névsorában ne volna Joyce. Tehát nem, ugyanúgy nem lehet kihagyni Thomas Mann, Proustot, James Joyce, Virginia Woolfot, Kafkát, meg mondjuk nem tudom, még itt. De őket biztos nem. Hogyha valaki bevezető órát tart irodalom
tanszéken a modernizmus történetébe, akkor az téves nevezés, hogyha abban nincs Joyce, mert anélkül nem megy a dolog. Annyira megkerül. Annyira olyan, mint a Freud, vagy mint a Nietzsche, vagy nem tudom, kiket mondják mi. Az Ulisszesznek korábban is létezett magyar fordítása, az első 1947-ben keletkezett, akkor adták ki Gáspár Endre fordítását, 1974-ben Szent Kuté, 86-ban egy módosított, Bartos Tibor által módosított fordítás, és három évtizeddel később megjelent egy újabb magyar fordítás. Miért van szükség a művek újrafordítására, és miért van szükség az Ulisszesz újrafordítására, illetve milyen a korábbi fordítások? Igen, ezt nemrég politikusok föltették azt a kérdést, hogy miért kell több százezer forintot vagy millió forintokat fordítani olyan kutatásokban, amely mondjuk preszokratikus filozófusokat fordít újra magyarra. Tehát, hogy mert hogy változik a nyelv, változik a célnyelv, amire fordítasz, és generációról generációra bizonyos alapszövegekből újra termelődik egy szükségnek. Gáspár Endre 47-es fordítása teli van olyan kifejezéssel, nem beszélek arról, hogy mennyire jó, mennyire pontos az a fordítás, csak nyelvtörténetileg, az egy elavult nyelv. Tehát, hogy lehet szeretni, meg bizonyos dolgokat szeretek belőle én is, csak éppen teli van olyan kifejezéssel, amitől ma már avittasnak tűnik, és éppen, hogy a regény előbb emlegetett modernizmusából nem sok minden érzékelhető, hogyha mondjuk a 47-es fordítást nézzük. A másik, egyébként Gáspár Endre egy kitérőt, ahogy jegyezzük meg a nevét, mert érdemes. Eléggé kevéssé ismert figuráról van szó, egy Kassák tanítvány volt, két világháború között indult, Kassák lapjaiba tudósított különböző német avantgárd fejleményekről, és mindent fordított, de mindent fordított, minden nyelvből fordított, és majdnem minden nyelvre fordított. Összeszámolták, hogy valami 17 nyelvből fordított magyarra, illetve németre. De ebben skandináv és mindenféle egzotikus nyelvek is benne vannak. Teljesen poliglott nyelvzseni. Többek között Lukács György németül keletkezett műveit is fordította magyarra, ezért hogy az 50-es években minden magyar értelmiségi tényezőről születtek komikus sírversek. Ilyen álsírversek, és akkor róla így hangzik a sírvers, hogy itt nyugszik Gáspár Endre, ki Lukácsot fordítá Héberből Vendre. Ugye, ez jellemző az ő munkásságára, és valami elképesztően gyorsan is dolgozott. Szóval az, hogy 47-ben még kijött egy ilyen modernista klasszikus, az azért az nagyon fontos pillanata volt. Épp az utolsó pillanatban, hogy lehullott a vasfüggöny, ugye a nyugati polgári dekadens kultúra előtt. Ez a Gáspár Endre fordítás, ami sok tekintetben pontos, több tekintetben pontatlan, többnyire azonban hát ilyen ügyes mestermunka, nem túl sok fantáziával elkészített iparos munkának lehet mondjuk gúnyolni. Mármint szóval a fordítás minőségét illetően. A Szent Kuti, azért az tartozik az előzmények közé, vagy a fordítás előzményei közé, hogy nem volt túlságosan jó sajtója Magyarországon Joyce-nak a II. Világháború előtt. Nagyon sok kiváló koponya Babits Mihálytól Szerb Antalig ezt valami jó pofa, vagy kevésbé jó pofa blöffnek tartotta a Joyce-ot, míg ugye azt tudjuk, hogy mennyire rajongtak Baudelaire-ért, vagy mennyire rajongtak Proust-ért, és hatalmas nagy értelmiségi kultusza volt mondjuk Proust-nak, később Thomas Mann-nak is. Joyce igen, gyors közöltés, milyen szerepe volt ebben Szerb Antalnak? Aha.
Hát ő is a szkeptikusok között volt, és hát ezek az magyar irodalmi értelmiségben véleményformáló emberek voltak. Voltak kivételek, például Hambas Béla érdekes módon, és Szent Kuti is kivétel volt, a fiatal Szent Kuti, akit nagyon sokszor hasonlítottak Joyce-hoz, ami egyáltalán nem jelentett jót akkor. Tehát, hogy megjelent a Pré, ami körülbelül akkora, mint ebben a formájában az Ulysses, vagy még talán nagyobb. Ugye faltól falig írt betűk, nincsen benne bekezdés, nincsen benne 800 oldal, agymenés és szájmenés. Mi ez? Ez valami olyan hülye, ugye, mint az a Joyce, akitől annyira el vannak ájulva, tehát kicsit így hasonlították Szent Kuti Joyce-hoz. Szóval benne kicsit mostoha volt a sorsa a magyar kultúrában, amire rájött az, hogy a marxisták pedig a burzsoá dekadencia egyik hát eklatáns példájának tartották, és állandóan arra hivatkoztak, hogy például félfejezetnyi leírást kap az, hogy reggel pottyantós budin, hogy székel Blum. Hát ez mi, ha nem a burzsoá végromlás. A burzsoá világ végromlás, hogy ennyire banális dolgokról tudnak írni, és ennyire nem humanista dolog. Már pedig nagyon humanista, de mindig. Szent Kuti, ez a regény magyarul igazából Szent Kuti Miklósnak köszönhetően lett híres, ugye van egy 74-es, 86-os változata a fordításnak, ennek a filológiájában nem megyek bele, bár roppant érdekes. Egyrészt Szent Kuti volt az a Kádár korszakbeli Magyarországon, aki valószínűleg a legalkalmasabb figura volt arra, hogy ezt a regényt lefordítsa. Nagyon sok mindenben hasonlított Joyce-ra, mármint szellemileg, például a katolicizmushoz való ambivalens viszonyuk az nagyon hasonló, a Szent Kuti apja valami püspökségi üzleti ügyeket, pénzügyeket intéző püspökségi tisztviselő volt, így Szent Kuti állandóan tömjén füstben nőtt föl, állandóan ilyen közegben mozgott, és mindig is furcsa, frivol módon rajongott a katolicizmusért. Joyce jezsuiták nevelte, sokáig szerzetesnek készülő, vagy legalábbis hát ilyen papi elhivatottság felé taszigatott tehetséges gyerekből lett egy nagy hitehagyó, tehát a katolicizmushoz való viszonyuk az egyrészt nagyon erős, másrészt meg nagyon hasadt. Hasonló a zenéhez való viszonyuk, és a többi, tehát hogy hasonló figurák, ugyanakkor vannak eltérések is. Szent Kuti állandóan versengeni akar a fordításban Joyce-szal, állandóan viccesebb, állandóan blasfémebb, állandóan vulgárisabb, állandóan túlhabzóbb, retorikusabb akar lenni, ami hát néha egyébként még sikerül is, tehát hogy vannak jobb megoldások a Szent Kuti féle Ulysses-ben, mint akár az angol Ulysses-ben, de hát azért tehát hosszú távon ez szétbombázza a regény finom szerkezetét. De hogy haladunk előre a Szent Kuti fordításban, egyre nehezebben követhető, angolul jobban követhető az Ulysses, mint Szent Kuti volt. Magyar nyelven először fordított egy munkacsoport, vagy munkaközösség az Ulysses-t. Úgy tudom, külföldön ez azért bevett gyakorlat, például német vagy francia nyelven is egy munkacsoport dolgozott rajta. Miért van szükség arra, hogy többen fordítsák az Ulysses-t, és milyen volt a közös munka? Milyenken kívül egy csoportmunkáról tudok kicsit többet, az a második francia Ulysses, vagy Ulysse fordítása, ami azért érdekes, mert az első fordítása, első francia fordítása az Ulyssesnek az autorizált fordítása, abban benne van Joyce jóváhagyása, és át is néztem. Tehát, hogyha valamit végképp nem ért az ember az angol Ulyssesbe, akkor jól teszi, hogyha az első francia fordításhoz fordul, és abból próbálja megérteni az angol szöveg. Mert hogy ezt jóváhagyta a Joyce, tehát az csak nem tévedhet olyan nagyot. Ennek ellenére
nekiálltak a franciák 11-12 évvel ezelőtt egy lyoni Jacques Aubert professzor vezetésével lefordítani újra az Ulisses-t, amit majdnem 8-10 ember fejezetenként felosztották a szöveget, ahogy egyébként mi is, viszont nem történt meg ebben a második francia fordításban a fejezetek egybe gerebézése és összefésülése, ami hát egy abszurdum. Szóval minden esetre én örülök annak, hogy a franciák, úgyhogy van a birtokukban egy ilyen magas legitimitású fordítás, amit ugye Joyce hagyott jóvá, részt vett a fordításba, ennek ellenére megengedi magának azt egy irodalmi kultúra, hogy csináljon egy modernebb fordítást. Hogy ehhez a nagy tekintélyű, nagy presztízsű szöveghez mégis hozzá mernek nyúlni. Hát akkor mi miért ne mernénk? Tehát, hogy persze, ez úgy bátorítólag hatott. Az, hogy nálunk pedig úgy ment a csoportmunka, hogy két heti rendszerességgel összeültünk, és akkor megnéztük azokat a preparált szövegeket, egy fejezetet Marian, egyet én, egyet Gábor, egyet az András előemésztett, előpreparált, csinált egy változatot, és akkor azt szóról-szóra végigrágtuk. Mivel hogy hárman, négy városban élünk, ugye Debrecen, Pécs és Budapest, ezért hát hetente vagy két hetente vagy néha ritkábban sikerült találkozni, hát ez mondjuk 6 évig tartott ez a része a dolognak, és aztán a korrektúra másfél évig, egy kicsit elhúzódott, de viszont én úgy érzem, hogy kellett is neki ez az idő, közben született a csapatban három gyerek például. Ja, meg kettő meg fölnőtt érdekes módon, és ilyen, az a kettő az eléggé Joyce agyú lett. Azok a vacsorák azért elég viccesek voltak, amikor így a fiúk még mindig nem bírják abba hagyni, még mindig nem bírják abba hagyni, a Marian, még mindig nem bírjuk abba hagyni, mert ugye amikor keresed a átáll az ember nyelve, meg a agya ilyen, nem tudom, mint a slam poetry-ben lehet, vagy a rapperek, ahogy lökik a rímválaszt, rímkényszerben, még mindig valami frappáns, és hát ugye a 10-ből 9 nem frappáns, de azért csak nem hagyod abba. És akkor a többiek meg szeretnének vacsorázni. Ilyen fárasztó volt, de jó volt. Mert vannak olyan megoldások, amiket odaírtuk, hogy a szóhoz 45 perc. Tehát, hogy ezen 45 percen agyaltunk ehhez a szóhoz, és akkor elküldtük a fájt Mariannak, ezt úgy odaírtuk, hogy légy szíves, ebbe úgy próbálj meg beleszólni, hogy ezen 45 percen dolgoztunk, drága szívem, tehát légy erre tekintettel. Hát izgalmas lehetett ez a 6-7 éves közös munka. Szóljunk azokhoz is, akiknek a kezében még nem volt a könyv. Tehát, miért Ulisses a címe, miről szól az Ulisses? Annyi mindenki körülbelül tud róla, hogy egy nap története 700-800 oldalon. Tehát nem egy tábori olvasmány, hiszem, hogy sokan hozták a hátizsákba, de tudom, mi a helyzet. Tehát, hogy miről szól még az a könyv azon túl, hogy egy ember egy napját Dublinban leírja. Igen, ez egy jó felütés, amikor bevezető órán tartok, akkor én is így kezdem, hogy hát egy ember egy napja, egy átlag ember, meglehetősen átlagos napja, annyi kirívó történik, hogy a feleségemnek csalja, jó, de ezen kívül ez is tekinthető átlagos esetnek bizonyos csapatban. De hogy azért olyan, azért ez, hogy is mondjam, nem történelem formáló esemény, tehát mégis mit lehet ezen ennyit témázni, és hogy lehet, hogy egy ennyire történet nélküli valami, minden bizonnyal a legtöbb konszenzus szerint a legfontosabb 20. századi angol nyelvű regény. És akkor az egyik válasz erre az, hogy szóval többféle válasz is van, az, hogy általában az előbb emlegetett szerzőknél nagyon
nagyon leértékelődik a történet, és borzasztóan fölértékelődik az, hogy hogyan mondod el a történetet, fölértékelődik az elbeszélés, és az egész a mű bővítése, a retorikai bővítése, a terjedelem elérése, abban a történet úgy szóval semmilyen szerepet nem vállal. Nem, és ebből aztán az történik, hogy megjelenik ugye, hogy nagyon elválik az elit irodalom, vagy a művelt irodalom, és a tömegirodalom, ami pedig a krimiér megy, vagy a szerelmi háromszöges történetért megy, vagy a romantikus történetért megy, és akkor valahogy a történet az úgy leértékelődik a populáris szintre, és az elbeszélés meg felértékelődik, és a történet előadásának módja válik az érdekessé. Aztán van még itt egy olyan érdekesség, ugye, hogy amit utaltál is, hogy Ulysses a címe. Tehát hogyha nem ez volna a címe, hanem mondjuk az lenne a címe, hogy Bloom, vagy egy hirdetésszervező egy napja, vagy nem tudom, valami ilyen címe lenne, és nem volna Homérosz utalás a címbe, akkor el lehetne úgy olvasni a regényt, gyanútlanul, hogy nem veszed észre benne az Odüsszeia történetet, a homéroszi eposznak a történetét, ami végig ott van a háttérben, minden második lapon valamilyen utalásban mégis előkerül. Ez azért fontos például, hogy a fejezetek számozva vannak, noha mindenki, aki az Ulysses-ről beszél, a megfelelő homéroszi epizódot társítja fejezet címnek, tehát én is mondjuk fogok beszélni Kirké fejezetről, Nausiká fejezetről, Penelope fejezetről és a többi. De ezek nincsenek benne a szövegben, ezeket csak a kritika nyelv használja az elnevezés egyszerűségek véget. Tehát el lehetne olvasni úgy, és valóban én azért kezdtem el elolvasni az Ulysses-t, mert gimnáziumban, harmadik osztályban azt mondta a magyar szakos osztályfőnököm, irodalom fakton, hogy hát gyerekek, ezt a regényt ne olvassátok el, mert elmegy a kedvetek az irodalomtól. Na, ennél jobb ajánlás nekem nem kellett, zum dac, richtig elolvastam, és szerettem. Egyébként ebben Szent Kutinak is része van, tehát hogy Szent Kuti humoros, blaszfém, vulgarizálásra, barokkosan hajlamos nyelvének is része van. De a lényeg az, hogy el tudja olvasni egy tizenvalahány éves ember úgy, hogy mondjuk dövése sincs mondjuk az Odüsszeia részleteiről, vagy nem tudom, tehát így is működik, és így is nagyon jó a szöveg, így is szórakoztató. Hát a fordításhoz, vagy a tanításához már kellenek jegyzetek, kellenek szakirodalom, meg hozzá kell olvasni, de akkor az meg a második, harmadik körbe teszi nagyon érdekessé a regényt, és kimeríthetetlenni a regény bogarászását. Elfelejtettem, volt a kérdés. Ja igen, a homérosz, még egy kicsit a homéroszi párhuzamokról azért. Ugye ezek elhajló párhuzamok, tehát az például nagyon érdekes, tehát hogy már az egy ironikus viszonyulás, hogy a mi hősünk nem hős, nem hérosz, nem hajt végre semmi különöset, nem győzi le a kérőket, nem vezeti vissza a társakat a ezer veszélyen át, hanem örül, hogy túlél. Egyébként ettől egy kicsit modern már a homéroszi Odüsszeusz figura is. De aztán van egy csomó más ilyen parodisztikus vagy ironikus eltérés. Penelope ugye mi az állandó jelzője? A hűséges Penelope, aki ellenáll a kérőknek, és próbára teszi az idegent, hogy be kell annak bizonyítani, hogy ő homérosz, mert tudja az ágynak a titkát például. Hogy ugye az van az Odüsszeia végén, hogy az az egyik próbatétel, hogy el kell mozdítani. Ki olyan erős, hogy elmozdítja Penelope ágyát. Tehát ugye senki nem tudja, hogy ez egy földbe gyökerezett fából van kifaragva, tehát elmozdíthatatlan. Ez csak Homérosz tudja. Itt például az van a regényben, hogy a Molly, a Penelope megfelelője, Blumné Molly,
a végén, amikor ő tudatának a tekervényei között van az olvasó, így ironikusan mondja azt, hogy hát, hogy a Poldi, Poldi ugye azt hiszi, hogy tudja az ágyam történetét, de nem tudja az ágyam történetét, mert úgy tudja, hogy a gibraltári kormányzói volt, közben egy árvelésen vették, tök mindegy, de ez is egy icipici rájátszás. Ennél fontosabb rájátszás az, hogy Penelope, a mi Penelope-nk, Molly Bloom, az lefekszik a Bagzó Boylan, Hugh Boylan-nel, akit Bagzó Boylan-nek búnyolnak, azaz nem hűséges. De ez nem volna túl érdekes önmagában, hogyha mondjuk filológusok nem kutatták volna ki, hogy Joyce történetesen utána nézett, ismerte azt az apokrif Penelope történetet, amelyben hellenisztikus korból, nem tudom már pontosan milyen forrásokban fönnmaradt történetvariáns, amelyben Penelope egy nagy kurvaként van megírva, aki minden kérővel úgy, ahogy van, lefekszik örömmel. Tehát, hogy, és ezt a Joyce nem tudom milyen középkori vagy más forrásokból ezt megtalálja, és akkor föl tudja használni. Tehát nagy turpisságokat követ el, de ezeknek általában megvan a maga kultúrtörténeti forrásuk. Vagy például olyan fals vagy széttartó párhuzamok, hogy Télemachosz, ugye Odysseus fia, úgy kezdődik az Odüsszeia, hogy elindul az apját megkeresni, mert tarthatatlanak az állapotok vannak már itt a kárban. És hogy jöjjön most már haza, csináljon rendet. Télemachosz megfelelője egy Stephen Dedalus, az önéletrajzi figura, a Joyce ifjúkori önarcképéből átérkezett második számú főszereplő, Stephen Dedalus, de köszöni szépen, egyáltalán nem keres apát, neki elége van az iszákos, a családpénzét elvert, rossz életű apjából, egyáltalán nem keresnek még egy apát, hanem a helyzet az, hogy Bloom keres fiat, mert neki pedig van egy 11 naposan, volt egy fia, aki 11 naposan meghalt, és a fiatal emberbe, Stephen Dedalusba kicsit a saját fiát látja bele, és tehát hogy így van fals párhuzam, vagy ilyen furcsa párhuzam, hogy az apa-fiú viszony megjelenik, csak kifordítva. Na jó. Még egyet ezek közül. A kirké disznóvá változtatja a társakat, ami a Homéroszban, itt viszont a kirké fejezet egy bordély jelenet, ahol mindenki borzalmasan leissza magát, vizionárius fejezet, itt, és mindenki átváltozik valamilyen állattá, de disznóvá egyedül Bloom változik, ráadásul MCB változik, röfögő nőstény disznóvá változik, és így esnek meg bele kalandok. Tehát itt is kifordul a dolog, tehát hogy mindaz a rossz megtörténik a főhőssel, ami Homérosznál nem a főhőssel, hanem a balgatársakkal történik.